Impozáns, tágas, igényesen berendezett és játékokkal teli körülmények között tölthetik el a mindennapokat a 3 éven aluliak Máté Szalka új bölcsődéjében. A szeptembertől már 4 csoporttal működő Angyalszárny bölcsődét csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között. Hanusi Péter polgármester elmondta, Máté Szalkán korábban egy 102 férőhelyes bölcsőde üzemelt, az utóbbi években azonban hatalmas igény mutatkozott újabb intézményre. Az Angyalszárny bölcsőde egy modern 21. századi intézmény. Az egyik vendégünk úgy fogalmazott, hogy igazából egy mini város a városban. Nagyon méltó körülményeket teremtettünk a beiratkozó gyermekek számára. A bölcsőde már szeptember 1-től működik, egyelőre 4 csoporttal, de már most tervezzük az 5. csoport megindítását is, hiszen hála Istennek annyi a jelentkező szülő, illetve gyermek. Az Angyalszárny bölcsődében nem csak Máté Szalkai gyermekeket várnak, a városhoz közeli további 14 település legkisebbjei is napközis lakói lehetnek az új intézménynek. Ráadásul megfelelő számú jelentkező esetén speciális csoportokat is indítanak. Vállaljuk sajátos nevelésű, igényű gyermekeknek nevelését, gondozását integrált formában, ami azt jelenti, hogy ha megfelelő szakértői véleménnyel rendelkeznek, akkor csoporton belül 10 fős létszámmal tudjuk őket gondozni és nevelni. Az elmúlt több mint egy évtizedben elindított bölcsődeépítési program kifejezi a magyar kormány 3 fő törekvését, a családok megerősítését, a kereszténység megtartását és a foglalkoztatás növelését. Erről már Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszélt az átadó eseményen, hozzátéve, hogy a számok is azt mutatják, szükség van az új bölcsődékre. Van amikori 301 néhány településen, most 1600 településen, több mint 1600 településen van már mini bölcsőde vagy normál bölcsőde. Máté Szalka ipari jellegű település, azt gondolom, hogy ide járó embereknek, vagy az innen járó embereknek a gyerekek felügyelete nagyon fontos, tehát egyfajta foglalkoztatáspolitikai eszköz is. Így, amikor meghirdették ezeket a programokat, a település operatív programon, a rövidített nevén a topokat a megyei önkormányzat által, akkor természetesen Máté Szalka is pályázott sikeresen. Máté Szalka új bölcsődéjét Simicskó István, a KDNP frakció vezetőjének jelenlétében adták át. A politikus kifejtette, az intézmény hálózat bővítése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kisgyermekes anyukák minél hamarabb visszatérjenek munkahelyeikre. Ennek van egy olyan üzenete, hogy a gyermekek olyan jó kezekbe, jó lelkű emberek közé kerüljenek, ha már semmiképpen sem tudja megoldani a szülő, hogy otthon legyen 3 éves korig a gyermekével, akkor viszont felkészült pedagógusok oktatják és nevelik és képzik a gyermekeket. Úgyhogy Angyalszárny a neve a bölcsődének, ez is kifejezi azt szerintem azt a törődést, azt a lelki gondoskodást, amivel odafordulnak majd a gyermekeink felé az itt dolgozó kollégák. A 6 csoportszobás 72 férőhelyes Angyalszárny bölcsődét összesen csak nem 700 millió forintból, Európai Uniós és kormányzati támogatásból építették fel.